Jó napot kívánok, köszöntöm kedves nézőinket geopolitikai magazinunkban, az Enigmában. A szabadkereskedelem azon kevés gazdasági paradigmák egyike, amely minden érintett ország fejlődését és életszínvonalát növeli. A liberális világkereskedelmi struktúra felépítésében és működtetésében kulcs szerepet játszó Egyesült Államok szabadkereskedelem iránti elkötelezettsége azonban jelentős törést szenvedett, amikor Donald Trump elnök védővámokat vetett ki nem csak Kínára, de európai partnereire és szövetségeseire is. Választási ígéretei ellenére Joe Biden kormányzata megmaradt a trumpi úton, és egyfajta neoprotekcionista politikát folytat. Véget érhet a világméretű szabadkereskedelem korszaka? Mai vendégem Dobozi István, a Világbank korábbi vezető közgazdásza, az Egyesült Államokból, a floridai Sarasotából jelentkezik. Szervusz István, köszöntelek így az éter hullámain. Köszönöm én is a lehetőséget ismét, Tamás, és üdvözlöm a kedves nézőket. A szabadkereskedelemről gondolom az érdekel, hogy honnan származik ez a fogalom, mikortól lett ez egy olyan központi, közgazdasági kategória, amelyben, ahogy mondtad, a közgazdászok jobb oldalon, bal oldalon, középen nagyon egyetértenek, hogy a szabadkereskedelem növeli a jólétet, fokozza az országok gazdasági fejlettségét, a fogyasztók számára nagyon jó, mert bővíti a választékot, csökkenti a fogyasztói árakat a nemzetközi verseny következtében, és előmozdítja a nemzetközi békét. Hogy az országok szabadon kereskednek egymással, az inkább a békét szolgálja, mint sem a háborút. A szabadkereskedelemnek a fogalma a 18. század végén, 19. század elején alakult ki, hol, hát nem véletlen, Angliában. Ugye Anglia volt a világ ipari műhelye, hogy annak idején nevezték az ipari forradalom következtében, és az angolok terjeszkedni akartak. De mindenütt kereskedelmi korlátok, nem vám jellegű akadályok, akadályozták az angol exportot. Nem beszélve arról, hogy maga Anglia nagyon szenvedett az angol importvámoktól, például a gabonákra kivetett importvámoktól. Tehát ez a liberális, klasszikus angol közgazdaságtan, annak két képviselője, Adam Smith és David Ricardo egy forradalmat indított el ezen a területen, megkövetelték az importvámok megszüntetését, és hirdették a szabadkereskedelmet, és David Ricardo kimutatta, hogy miért jó a szabadkereskedelem, miért nyernek ezek az országok. Hadd mondjak egy nagyon egyszerű példát, ha érdekel, hogy lehet az, hogy két ország, amelyek között nagy különbségek vannak a költségekben, például A ország minden termékben termékenyebb, mint a másik ország, mégis lehet közöttük kereskedelem. Ezt nevezik a komparatív előnyök elméletének. Ez körülbelül olyan nagyon egyszerű példával, hogy van egy orvosi hivatal, tételezzük, hogy van egy orvos, és van egy titkárnő, egy asszisztense. Az orvos minden tekintetben jó a gyógyításban, de tegyük föl még abban is, hogy jobban gépel, tehát termelékenyebb a gépelésben is. Most van annak értelme, hogy az orvos csinálja a gyógyítást is, és a gépelést is? Nincs. Tehát erről szól a komparatív előnyök elmélete. Anglia, ez az orvos szakosodjon arra, ami ez jobban ért, a gépírónő, a titkárnő pedig csinálja azt, amiben a hátránya relatíve kisebb. Tehát erről szól a komparatív előnyök elmélete, és ez mozgatta a világgazdaságot az utóbbi három évszázadban. Ez a globalizációnak, a hiperglobalizációnak utóbbi három évben a motorja. Igen, valóban az elmúlt 300 évben így épült fel a klasszikus szabadversenyes kapitalizmus és a szabadkereskedelem, aminek az első motorja a Nagy-Britannia volt, az Egyesült Királyság, de szép lassan átvette az Egyesült Államok tőle ezt a szerepet, és a 20. században már egyértelműen a mintakapitalista állam lett az Egyesült Államok, többek között létrehozta a világkereskedelmi szervezetet is. Igen ám, de az elmúlt évtizedben úgy tűnik, mintha elkezdett volna akadozni ez a szabad kereskedelem a világban, globálisan, és az Egyesült Államok, mintha bizonyos retrográd mozgásokat kezdett volna el bevezetni. Donald Trump elnök belenyúlt a gazdaságba, és bizonyos védővámokat, meg bizonyos protekcionista eszközöket kezdett el alkalmazni, először Kínával szemben, majd az európai szövetségesekkel és partnerekkel szemben is. Hát a protekcionizmus az tulajdonképpen pont az ellenkezője a szabadkereskedelemnek?
Igen, de Tamás, javaslom, hogy lépjünk egy kicsit vissza az Egyesült Államok szerepét illetően. Lenne. Az Egyesült Államok ugyanolyan protekcionista volt a gazdasági történelemnek a java részében, mint nagyon sok más ország is, tehát feltörekvő ország. Az Egyesült Államok gyarmatként indult el. Az első elnöke, Washington elnök, utána Lincoln elnök, utána később Ted Roosevelt a 20. század legelején kijelentette Roosevelt, hogy nagyon örülök annak, nagy szerencsém az, hogy nem vagyok szabad kereskedő. De az Egyesült Államok rendkívüli módon védte a fiatal felépülővel lévő, fejlődő gazdaságát, iparágazatait a nagyon erős angol, francia, európai versenytől. Na hát ennek következtében az Egyesült Államok a második világháború és a első világháború között időszakban olyan protekcionista volt, hogy például 1930-ban 60%-os volt az átlagos vámszínvonal az Egyesült Államokban. 60%. De még a második világháború végén is, tehát a háború lezárását követően is 30%-os volt az átlagos vám. Azt lehet mondani, hogy rendkívül magas. Az Egyesült Államok csak azután mutatkozott a szabadkereskedelem bajnokának, amikor a második világháborúból megerősödve került ki, egyértelmű volt a hatalma minden területen, katonailag, politikailag, gazdaságilag, és akkor kiállt a szabadkereskedelem mellett, mert ez volt az érdeke. Amellett is, hogy ideológiailag ugye az a liberális gazdasági felfogás, hogy legyen szabad verseny, ne csak az országon belül, hanem az országok között is, ez nagyon passzol a szuperhatalomnak, az éppen felépülő szuperhatalomnak. Ami a kérdésednek a lényegét érinti, hogy protekcionizmus. Természetesen a protekcionizmus a nemzetközi szabadkereskedelemnek az ellenpólusa. És hát, miért van erre? Ugye nagyon-nagyon sok magyarázat van. Általában az országok féltik a belső piacukat, az erőteljesebb külföldi versenytől is, ezért vámokat, importkvótákat, mindenféle úgynevezett nem vám jellegű kereskedelmi akadályokat vezetnek be. Az USA-nak nem ez volt az érdeke. Ezért a második világháború után létrehozta a nemzetközi szabadkereskedelemnek az intézményi rendszerét. Először a GATT-ot, az általános vámtarifa és kereskedelmi egyezményt hozták létre 1947-ben, annak 200 tagja volt, minden amerikai vezetéssel ment. Aztán később, 1995-ben ennél sokkal fejlettebb, sokkal nagyobb létszámú nemzetközi kereskedelmi szervezetet hoztak létre, ez lett a világkereskedelmi szervezet, aminek természetesen Magyarország is tagja, az több mint 160 ország a tagja. Ez tulajdonképpen ez a szervezet, a világkereskedelmi szervezet ma a nemzetközi kereskedelemnek a rendőre. Tehát ők határozzák meg a szabályokat, és azt, hogy ezeket a szabályokat betartsák. Aki nem tartja be, azt büntetik. Amennyiben az eljárás, hogy például az a kapcsolatban, hogy dömpingel. Tehát külföldön alacsonyabb áron adja el a termékét, mint a hazai piacon. Vagy netán a költség alatt csak azért, hogy kiszorítson versenytársakat a piacról, megölje a versenytársakat, ezeket a világkereskedelmi szervezetnek a szabályzata bünteti, és lehetőséget ad azoknak az országoknak, amelyek szenvednek a dömpingtől, és a vita eljárás során igazat adnak a panasztevő országnak, ezeket meg lehet büntetni. Tehát egy nagyon komoly szervezeti rendszer alakult ki, ez teljesen az Egyesült Államok vezetése alatt történt, és utána jött Donald Trump. Igen, Donald Trump sok szempontból korszakváltást jelentett, nem csak gazdaságpolitikai szempontból, hanem nagyon sok szempontból ilyen unortodox megoldásokat vezetett be. De most visszatérve a szabadkereskedelemhez, Kína is része a világkereskedelmi szervezetnek? Természetesen 2001-ben lépett be Bill Clinton alatt, Bill Clinton erős támogatásával. Nagyon sokan féltek Amerikában és máshol, hogy Kína belépése ugye megzavarja a nemzetközi szabad kereskedelmet, és ennek következtében Kína előnyhöz jut. Bill Clintonnak nem ez volt a véleménye. Bill Clinton azt mondta, hogy egyoldalú
kereskedelem lesz USA és Kína között, ez tulajdonképpen egyirányú forgalom, ez nagyon jót tesz majd Amerikának, mert van egy fejlődő, elmaradott Kína, amelynek szükség lesz az amerikai termékekre. Hát az ellenkezője következett be, mert a Kínának a eleinte nem jelentős kereskedelmi többletét Amerikával szemben, hát ennek a százszorosára emelte az idők folyamán, tehát Kína lett az Egyesült Államok legnagyobb kihívója, hatalmas kereskedelmi mérleghiány alakult ki, és ezt támadta meg Donald Trump. Donald Trumpnak hamis, elavult elmélete van a világkereskedelemről, nem ért hozzá, őszintén szólva a stábja sem, ezeknek több tagjával én a Wall Street Journalban vitatkoztam, hogy mennyire elavult, ódivatú a felfogásuk a kereskedelemről. Például az, hogy Amerikának kereskedelmi mérleg hiánya van, ez volt a legnagyobb problémája a Trumpi stábnak Kínával szemben, ezért vezették be ezeket a rendkívül magas büntetővámokat. Valójában Amerikának természetes állapota a jelentős kereskedelmi hiány. Miért? Mert Amerika strukturálisan, hosszú távon többet fogyaszt, mint termel. Márpedig ebből szükségszerűen következik, hogy ennek az országnak kereskedelmi hiánya lesz. Plusz annak következtében, hogy az amerikai dollár a világ vezető valutája, kulcsvalutája, ezt a tartós hiányt az USA képes finanszírozni, hosszú távon fönntartani, mert a dollárt, amit megnyernek a magas exporttöblettel olyan országok, mint Kína, Japán, nem dobják vissza a devizapiacra, hanem bespájzolják és elteszik valutatartaléknak. Tehát ennek következtében a dollárnak az árfolyama nem csuklik össze. Említetted, hogy nagyon kemény szabályok működnek a világkereskedelmi szervezetben. A kérdésem az, hogy az Egyesült Államok miért nem tudta a gazdasági érdekellentéteit, vitáit rendezni Kínával vagy más ellenfeleivel is, úgymond a világkereskedelmi szervezeten belül? Igen. A világkereskedelmi szervezetnek van egy vita rendezési mechanizmusa, ami abból áll, hogy ha valaki úgy érzi, hogy unfair módon kereskednek vele, például dömpingelik a termékeket a import országnak a piacán, vagy egy ország agyon szubvencionálja a termelését, például Kínával szemben ez volt legfontosabb vád, akkor a WTO, tehát a világkereskedelmi szervezetnek a bíróságához mehet, és igazságot követelnek. És be kell bizonyítani azt, hogy itt valóban illegális szubvencionálása történt az exportnak, valóban dömpingel, tehát áron alul adta el a terméket, csak azért, hogy kiszorítsa a versenytársat. De ez nagyon jól működött ez a rendszer. Őszintén szóval megmondom, hogy nem csak Kína volt itt a hunyó, hanem Amerika is. Amerikával szemben sokkal több WTO eljárás, bírósági ítélet volt, mint Kínával szemben. Ezt kevesen tudják egyébként. És Amerikának ugyanakkor az volt a véleménye, hogy a világkereskedelmi szervezet nem tud Kínával megbirkózni. Kínának olyan rejtett támogatási rendszerei vannak, amelyek a felszínen nem jelennek meg, és ennek ellenére ugyanolyan hatékonyak, mint hogyha explicit támogatás lenne. Ennek következtében az amerikaiak arra a következtetésre jutottak Trump alatt, tehát 2016-2020 között, hogy a WTO az szükségtelen, a WTO Amerika ellenes, a bíróság a WTO-nak rendszeresen Amerika ellen dönt, és elnéző Kínával szemben. Tehát nekiestek az amerikaiak, különösen Donald Trump és a stábja a WTO-nak, és Trump még azzal is fenyegetett, hogy kivonulok a WTO-ból. Ugye kivonult a párizsi klímaegyezményből, és a WTO-ból is nagyon-nagyon közel állt ahhoz, hogy kivonuljon. Na, nagyon érdekes kérdés, és gondolom erre rá akarsznak kérdezni, hogy hát mit csinált másképpen Joe Biden? Igen, 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 elébe vágtál egy kicsit. Ezt az utat. Igen. Mondja, tett volna így van, kicsit elébe vágtál valóban a kérdésemnek. Hát én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy publikálás előtt elküldted nekem egy angol nyelvű cikkedet, amely egy amerikai közgazdasági labban fog megjelenni,
És te azt mondod, és szerintem ez sokakat megdöbbent, meg fog majd döbbenteni majd, hogyha megjelenik a cikk, és elolvassák, hogy Joe Biden, illetve a Biden adminisztráció a választási ígéreteivel ellentétben nagyon sok tekintetben nem változtatott a trumpi politikán, így a gazdaságpolitikán sem, hanem egyfajta neoprotekcionista politikát folytat, vagyis tulajdonképpen folytatja a trumpi protekcionizmust Kína, és ami még ennél is veszélyesebb, az európai szövetségesek és az európai kereskedelmi partnerek felé, ami sajnos magában hordozza annak a veszélyét, hogy Európával is kialakulhat egy kereskedelmi háborúja az Egyesült Államoknak. Kérlek szépen, hogy igazold ezt az állításodat. Nézd, Joe Biden ezen a területen, tehát a nemzetközi kereskedelmi politika területén okozta a legnagyobb csalódást azoknak, akik hittek abban, hogy anti-Trumpként képes a világ élére állni ezen a területen is, hogy a világkereskedelemnek, a nemzetközi gazdaságpolitikának lesz egy hatékony vezetője, mert Biden úgy indult a választáson is, hogy én multilaterális elnök leszek, és rendet teszek, és azt a rendetlenséget, zűrzavart, ami Donald Trump okozott a 4 éve alatt a nemzetközi kereskedelemben, a kínellenes vámterrorral, azt ő majd rendbe hozza. És a világkereskedelemben is, most idézem őt, mi fogjuk írni a játékszabályokat, amerikai vezetéssel. Na ennek ellenére 2 évvel az elnöksége után sincs Amerikának épkézláb nemzetközi gazdasági stratégiája, a WTO-val nem foglalkoznak, a WTO-t engedik, hogy az irrelevanciájába sodródjon, és semmi törekvést nem látok az amerikai kormány részéről, hogy a WTO-t meg akarnák reformálni, holott erre nagy szükség van. Na, mi van a háttérben? Joe Biden annak ellenére, hogy vezetni akarja a világot mindenben, szó szerint mindenben. A kereskedelmi politikában a belpolitika fogja, az amerikai belpolitika fogja. A progresszív oldalon, akik nélkül nem tudta volna megnyerni a választást 2020-ban, progresszív oldalon nagyon sokan kínellenesek, nagyon sokan szabadkereskedelem ellenesek. Ez az egyik körülmény. A másik pedig Joe Biden szakszervezetbarát elnök. Ki is jelentette már, hogy én leszek Amerika történelmének a legszakszervezetbarátibb elnöke. Na most ennek következtében ugye nekik is kell adni a szakszervezeteknek, az AFL-CIO-nak és a többi ágazati szakszervezetnek, akik nem szeretik a szabadkereskedelmet, akik nem szeretik a szabadkereskedelmi egyezményeket, mert úgy érzik, hogy ezek jó fizető amerikai állásokat ölnek meg, és Amerikának nem érdeke az, hogy az állásait külföldre, elsősorban Kínába, Ázsiába exportálja, ahol olcsóbb a munkabér, ennek következtében a magas importtöblet, amit Amerika ugye fölhalmoz, az leszorítja az árakat, sőt, a béreket is Amerikában. Tehát Joe Biden annak ellenére, hogy nem ezt ígérte, de tudjuk, hogy hát a választási kampány az líra, a megvalósítás pedig próza. Joe Biden az ellenkezőjét csinálja annak, amit ígért. Én ezt erősen bírálom itt az amerikai lapokban. Ez a cikke a Herald Tribune-ban a napokban fog megjelenni, de otthon is egyébként Népszavában megjelent erről egy oldalas cikkem, protekcionista Amerika címmel, amelyben kifejtettem azt, hogy ez egy rendkívül jelentős negatív fordulat Amerikában. Ma ott tartunk, hogy a világkereskedelmi rendszernek nincs vezetője, nincs felügyelője, mert Amerika nélkül, a legfontosabb kereskedő nemzet nélkül senki nem tudja a nemzetközi kereskedelmet megregulázni. Remek. Beszéljük egy kicsit a transatlanti ellentétekről. Te azt mondod, hogy szignifikánsan kimutathatók az Egyesült Államok és európai kereskedelmi partnereik közötti különbségek az elektromos járművek szubvencionálásában. Miért mondod ezt? Azt tudjuk, látjuk, hogy Amerika nagyon támogatja a saját gyártóit és kereskedőit, tulajdonképpen versenyelőnybe hozza az európaiakkal szemben, és ez súlyosan sérti az európai érdekeket, ami viszont kiválthat egy hasonló reakciót. Tehát, hogyha
Azt mondja a Bideni adminisztráció és az amerikai kereskedelmi politika, hogy, hogy made in the USA, vegyél amerikai gyártmányt, akkor, akkor az európaiak meg könnyen mondhatják azt, hogy jó, mi meg azt fogjuk mondani, olyan helyzetbe hozzuk az európai vásárlókat, hogy ők meg európai autókat vegyenek csak kész, és az amerikaiakat nem. Tehát kialakulhat, valóban valós veszélye van annak, hogy kialakul egy kereskedelmi háború a Európa és Amerika között? Mire erre válaszolnék, erre a kérdésedre, megint egy kicsit vissza kell lépni. Mi történt Joe Biden alatt Donald Trumphoz képest? Donald Trump zsigerből protekcionista volt, merkantilista volt. Ő betegesen megszállottja volt a kereskedelmi hiány lefaragásának. Mondtam korábban, Amerika számára a kereskedelmi mérleghiány természetes állapot, sőt jó állapot, hiszen többet fogyaszt, mint amit megtermel, de tartósan. Egyetlen más ország sem tudna ilyen állapotot elérni, mert nincs nekik kulcsvalutájuk. Na, amit Biden esetében látunk az, ezt én úgy nevezem az írásaimban, a Sputnik 2 pillanat. Amikor Amerika rádöbbent arra, hogy veszélyben vagyunk. Nem csak, hogy a gazdasági súlyunk csökken a világban, a kereskedelmi súlyunk csökken a világban, hiszen Amerika súlya a világkereskedelemben, a világexportban jelentősen kisebb, mint Kínáé, és visszaesett. Tehát Amerika süllyedőben van a világkereskedelmi rendszerben. Most erre rájött a zöld forradalom. Ugye a zöld forradalomnak a világgazdaság kizöldesítésének nagyon fontos kereskedelmi vonásai vannak, hiszen itt nem lehet akárhonnan napelemeket importálni, nem lehet olyan termékeket, hidrogén energiát, nem lehet előállítani egy kis országnak. Nagyon fontos természetesen a napelemek mellett a többi zöld energia. Ezen a területen, különösen természetesen az elektromos autókról kell ezen a területen beszélni, Amerika súlyosan le van maradva. Nem csak Kína mögött, hanem Európa mögött. Hogy mondjak egy-két számot? A elektromos autók területén, a világon az elektromos autóknak a kétharmada Kínában van. Tehát ott gyártják is, Kína ezeket nem importálja, hanem helyben állítja elő. Minden harmadik autó Kínában ma már elektromos autó. Amerikában az elektromos autóknak az aránya csak 6% az évente eladott autókhoz képest. 20% Európában. Tehát Amerika lemaradt nem csak Kínához képest, hanem az Európához képest is az elektromos autók területén. Ez lesz az elkövetkező egy-két évtizedben a legnagyobb iparszerkületi változást, amit a világ valaha látott. Lecserélni a benzin, dízel üzemeltetésű autókat elektromos autóra. Ennél nagyobb szerkezeti változás sehol nincs, és az Egyesült Államok mélyen le van maradva. Na, ennek következtében az USA-ban 3 törvényt adtak ki Biden alatt, hatalmas volumenű törvényeket már dollárban kifejezve, amelyeknek a lényege az, hogy megakadályozni az, hogy az Egyesült Államok a zöld energia, a zöld technológia terén is lemaradjon. És ezt szolgálják a szubvenciók, például annak, hogy azt, hogy az egyik törvény következtében Amerika $7,500 terjedő adókedvezményt nyújt a fogyasztóknak, vásárlóknak egy termékre, egy autóra, $7,500, hihetetlen mennyiség, de ebből kizárja a nyugat-európai partnereket és az ázsiai partnereket. Ezzel megszegi a Nemzetközi Kereskedelmi Szervezetnek, a WTO-nak a szabályait, ami tiltja az ilyen jellegű szubvenciót. Tehát a nyugat-európai cégeknek, a BMW-nek, a Volkswagen-nek ugyanúgy kellene, hogy ez a 7500-at ugyanúgy meg kellene kapni az ő termékeik fogyasztóinak, mint azt a Tesla fogyasztók megkapják, vagy a Ford elektromos autók vásárlói megkapják. Tehát itt már alakul az újabb transatlanti háború, hiszen a nyugat-európaiak rájöttek arra, hogy nem csak arról van szó, hogy hátrányban vannak, versenyhátrányban vannak a nagy amerikai piacon, amely ki fog robbanni tulajdonképpen, mert olyan alacsony jelenleg a elektromos autóknak az aránya, mondtam, csak 6%, és egy csomó nyugat-európai vállalat át fog majd telepedni Amerikába, vagy pedig a NAFTA országokba, elsősorban Mexikóba, amelyek szintén élvezik ezt a
ezt a adókedvezményt már is Volkswagen bejelentkezett, BMW bejelentkezett Mexikóban. Tehát ez oda vezetett, hogy a nyugat-európaiak azt mondják, hogy ha Amerika Buy American törvény alapján saját termékeit ilyen mértékben favorizálja, megsértve a nemzetközi kereskedelmi jogot, akkor mi is ezt fogjuk csinálni, ha csak Amerika nem lesz hajlandó megváltoztatni a törvényét. Ez egy új törvény, Amerikában egy törvény megváltoztatni nem könnyű. Tehát most eláll a bál, ugye Macron kijelentette pár héttel ezelőtt, hogy ez a törvény, ezek a törvények megölik a nyugat-európai ipart. Ilyen drámai a helyzet. Ennek azt gondolom, hogy láttuk már előjelét, ugye bizonyos japán és bizonyos európai autógyártó cégek igen komoly konkurenciát jelentettek az amerikai autóiparnak. Ugye az már jól ismert történet, hogy a 80-as években a japán autók letarolták az amerikai piacot. Ugye ezen már túl vagyunk. Igen, ám, de ott van a Volvo, ott van a BMW, és ott van a Volkswagen koncern, ami szintén nagyon kelendő, nagyon népszerű termékeket gyárt az Egyesült Államokban, és egy pár évvel ezelőtt láthattuk azt, hogy bizonyos szabályok megsértése, ugye az emissziós adatoknak az állítólagos meghamisítása miatt a Volkswagen koncert olyan irdatlan büntetésre büntették az Egyesült Államokban, amire soha nem volt példa a nemzetközi autógyártás történetében. Nyilvánvaló, hogy már ez is egy barátságtalan lépés volt azért, hogy kiszorítsák ezt a konkurenciát, a német konkurenciát az amerikai piacról. Úgy látom, hogy ez nem nagyon sikerült, de ez akkor még a dízelautókra vonatkozott elsősorban, és most már pedig az elektromos autók lesznek a következő nagy lépés, amiről te beszélsz. Tehát egy ideje már az Egyesült Államok fölrúgja azokat a szabályokat, amelyek az ő érdekeit úgymond sértik, és láthatjuk, hogy a világkereskedelmi szervezet sem nagyon tudja korlátozni az Egyesült Államokat ebben. Igen, ahogy az előbb említettem, nincs vezetője a nemzetközi kereskedelem politikának, mert ha az Egyesült Államok nem tartja be a szabályokat, és nem tartja magára nézve kötelezőnek a szabályokat, és nem csak az ítéleteket is. Amikor kimondják, hogy az Egyesült Államok törvénytelenül hozott büntetővámokat, saját szövetségesei ellen, acél és alumínium vámokat, és hát ugyanakkor nem tartja be azt, hogy senki nem tudja jobban megmondani, hogy Amerikának hol vannak a nemzeti biztonsági érdekei, tehát figyelmen kívül hagyják a WTO-nak az érdekét. De most egy más fontos területről szeretnék beszélni. Beszéltünk az elektromos autókról, de Amerika két másik területen is nagyon komolyan le van maradva. Tehát ez indokolja ezt a rendkívül erőteljes összpontosítást a törvényeken keresztül arra, hogy Amerika újraiparosítson a zöld energia, tehát az új határvidék területén. A másik ilyen terület természetesen a napelemek. A napelemeknek a 80%-át világszerte Kína uralja. Tehát nem csak magukat a napelemeket, hanem a napelemek alkatrészeit is. Tehát ezen a területen Amerika nagyon le van maradva. Tehát minden tulajdonképpen Amerikából importálnak, és hát szeretnék, hogyha ezen a területen Amerikában is lenne saját termelési bázis, ezt persze ki kell alakítani, de Kína rendkívül versenyképes. A másik, és talán a legfontosabb terület, mert a katonai vonatkozásai óriásiak, a fejlett csúcsfélvezetőknek a területe. Amerikai teljesen le van maradva. Azok a cégek, mint az Intel például, amely korábban világvezető volt, hát most sehol nincs a csúcs félvezetők gyártásában. Ez ma teljesen Ázsiára koncentrálódik, ott is Tajvanra, 90%-a ezeknek a félvezetőknek Tajvanon készül, a többi pedig Japánban és Dél-Koreában. Hollandiában van még egy kisebb termelési bázis. Tehát az amerikaiak teljesen kimaradtak erről a területről, tehát ez a értéklánc, amelyet ezek az országok kialakítottak, egy Tajvan, Dél-Korea, Japán és Hollandia, ezek teljesen hiányoznak az Egyesült Államokból. Az Egyesült Államok az értékláncnak az elején van, tehát a dizájnban, amikor ezeket a fejlett félvezetőket megtervezik, és a végén, amikor megkapja, de már összeszerelve.
Tehát az USA ez ellen próbál megint védekezni nagyon erőteljesen, nagyon agresszíven, olyannyira, hogy most már ide csalogatja a tajvani cégeket is. A TSMC, a világnak a legnagyobb csúcs félvezető gyártója, az most Arizonában, Phoenix környékén egy 40 milliárd dolláros csúcs félvezető gyárat épít. Mert ide csalták az amerikaiak. Az amerikaiak azért is érdekeltek a Tajvannak Amerikába csalogatásában, mert ugye hát Tajvan kínai konfliktus, mi van, ha átveszik a szigetet a kínaiak, ugye ez napirenden van, akkor megkapják a világ legfejlettebb műszaki bázisú félvezető gyártását. Ennek óriási a katonai jelentősége, hiszen ezek a félvezetők, a csúcsfélvezetőket a rakétákban használják, a mesterséges holdakban használják, és most egyébként Amerikában komoly hiány van, a Pentagon jelentette be ezen a területen. Tehát ezen a három területen, csak hogy összefoglalva, az elektromos autók területén, a napenergia területén, és a félvezetők területén Amerika súlyosan le van maradva. Tehát ez most a határvidéke a technológiai forradalomnak. Tehát aki ezen a területen lemarad, az végleg nem marad. Tehát ezt akarja a Biden elnök az iparpolitikájával. Azzal az iparpolitikájával, amivel kapcsolatban Kínát bírálták, hogy iparpolitika, hogy szabadkereskedelem, amit nem lehet iparpolitikát beállítani úgy, mint hogy a szabadkereskedelem ezt szolgálná. Tehát egy nagy paradigmaváltás alakult ki ezen a területen, és Amerika ezt védekező pozícióból, azt lehet mondani, hogy támadó pozícióba akar átmenni. Nem beszéltünk még az információ technológiáról. Gondolok elsősorban egy olyan új konfliktus területre, ahol a trumpi gazdaságpolitika összecsapott a Kínával. Ugye az 5G információ technológiáról és annak a világon a legnagyobb telepítőjéről, a Huawei-ről. Ugye a Huawei mint egy ördög úgy jelent meg gyakorlatilag az amerikai gondolkodásmódban, minden eszközzel megpróbálták visszaszorítani, kiirtani, külön törvényt hoztak ellene, korlátozták, sőt az európai partnereket is megpróbálták erre rávenni. Na most ez nem volt olyan egyszerű, hiszen azért egészen más érdekei fűződnek az európai országoknak, Kínához és Oroszországhoz, mint az Egyesült Államoknak, főleg a világ egyik legnagyobb gazdaság és Európa egyértelmű legnagyobb gazdaságnak, Németországnak. Németország nagyon vonakodva, nagyon kényszeredetten volt hajlandó csak ezeket az amerikai szankciókat bevezetni, illetve nem akart elrontani a kapcsolatait Kínával és Oroszországgal. Hogy áll most ez a helyzet az amerikaiak és mondjuk a németek között? Visszatérve a Huawei-re, nagyon jó példát hoztál föl. Huawei a telekommunikációs szektornak a nemzetközi zászlós hajója volt, amik az amerikaiak meg nem támadták. Az amerikaiak annyira megtámadták, és emögött nem csak katonai érdekek voltak. Tehát, hogy Huawei ugye a kínai kommunista párthoz közel áll, ezt soha nem bizonyították be egyébként. Ha magáncég, akkor is a kínai kommunista párt és a kormány tudja őket kontrollálni. A Huawei-t az amerikaiak majdnem kikészítették. Tehát rajta van az úgynevezett entity listán, azon a több mint 600 kínai vállalatot tartalmazó listán, amelyek nem exportálhatnak Amerikába, és nem importálhatnak fejlett technológiát Amerikából, csak külön kormány engedéllyel. Na most a Huawei-nak a teljesítménye nagyon sokat esett egyébként, mert Nyugat-Európában voltak ellenkezések, hogy hát jó, a Huawei, még kell nekünk ez a kínai-amerikai konfliktusba becsatlakoznunk, azért nagyon sok ország amerikai nyomásra elfogadta az, hogy a Huawei nem tudjuk, hogy hogyan, de nemzetbiztonsági kockázatot jelent, mert lehet, hogy tényleg kémkednek. Na, következő, én nem nagyon hittem ebbe, több írásom is kifejeztem, hogy bizonyítsa be az amerikai kormány, hogy a Huawei milyen területen okoz nemzetbiztonsági kockázatot, veszélyt. Na, ami a kérdésednek a lényege, valóban van Nyugat-Európa és Amerika között szakadék, az most már inkább réssé szűkült össze, Kína megítélését illetően. Ami a legfontosabb, hogy nem akarnak a nyugat-európaiak belekavarodni egy katonai konfliktusba.
Az Egyesült Államok egyértelműen Kína körül egy olyan szövetségi rendszert épít ki, amit a kínaiak úgy érzik, hogy körülveszik őket mindenféle katonai szövetséggel. Na most ez folyamatban van. Az olyan országok, mint Németország, amely maga módon egy merkantilista hatalom. Hát a németeknél ugye az export többlet az olyan, mint egy olimpiai aranyérem. Tehát annyira örülnek az emberek, az utcember, hogy mi vagyunk a legerősebb, nekünk van a legerősebb feldolgozóiparunk, az egy dolog biztos, nekik van a legversenyképesebb feldolgozóiparuk, amelyik igen szépen rátelepeled a kínai piacra. Minden harmadik német jármű Kínában kerül eladásra. Mindegyik nagy német cégnek saját gyártó üzemei vannak Kínában. Tehát nem exporttal látják el most már csak a kínai piacot, hanem helyi termeléssel. Tehát ennek következően az export volumen nem is annyira számít, mert a helyi piacról látják el a német cégek a kínai vásárlókat. Tehát a németek annak ellenére, hogy engedtek, Merkel nagyon ellene volt annak, ugyanúgy, mint Macron, hogy az amerikai feltartóztatási stratégiához csatlakozzanak Kína ellen, de azért legalábbis retorikailag engedtek, de gazdaságilag szerintem nem fog se Németország, se Franciaország, a franciák kisebb játékosok, mint a németek a kínai piacon, nem fogják a kínai piacot feladni. Az amerikaiak ezt szeretnék. Az amerikaiak szeretnék Kínát gazdaságilag megjönkíteni, nem csak katonailag, hanem gazdaságilag. Hiszen Kína olyan gyorsan növekszik, ugye most már a világ legnagyobb exportőre. 30%-kal nagyobb az exportja, mint amerikai. 1%-ról fölment az amerikai, a kínai export 1%-ról fölment 16%-ra. Képzeled el, 30 év alatt. Az amerikai export aránya pedig csökkent, és most már csak 12%. A Kína aránya a világ exportban 15%. De ott van Németország. Németország alig marad el az Egyesült Államok mögött a világ exportban. Ott van Amerika sarkában, egy 80 milliós nemzet. És ott van még Hollandia, egy 18 milliós ország, 5. helyén a világ export rangsorában. 5. helyen, tessék elképzelni. Tehát nagyon erős export érdekeltség van, ezek nyitott gazdaságok, amelyek nem hajlandók belemenni Amerika, Kína elszigetelését célzó politikájában. Nem csak a katonapolitikai vonalon, hanem a geogazdasági vonalon is. Tehát itt szétválnak nem kis mértékben a nyugat-európa és az amerikai érdekek. Az ukrán háború ezen a területen ezt a szétválást szűkítette, de nem szűntette meg. Visszatérünk majd az ukrán háborúra, de ennél is fontosabb kérdés az, hogy ezekkel a trumpi lépésekkel, amit elkezdett a trumpizmus, és folytat úgy látszik a bidenizmus is, protekcionista eszközökkel, védővámokkal, szubvenciókkal és más nem vám jellegű védőintézkedésekkel. Egyrészt kikényszeríti Kínából is ugyanezt a reakciót, mert a kínaiak is ugyanezt fogják csinálni, vagy már csinálják is. Kikényszeríti az európaiakból is. Véget érhet tehát a szabadkereskedelem 300 éves időszaka? Véget ér ez a korszak? Haladunk, Tamás, ezt ki kell mondani, afelé halad a világ. Tehát nem a szabadkereskedelem felé, hanem a korlátozott, az úgynevezett államilag irányított kereskedelem felé. Angolban managed trade, úgynevezik managed trade. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy ilyen közhasznú szóvá vált, mindenütt lehet használni. Tehát ez egy nagyon nagy fordulat, ez tényleg egy paradigma váltás. És ebben két országnak van nagy szerepe. Kínának, amelyik ezt az irányzatot, tehát az államilag irányított kereskedelmet elindította, folytatta azután is, hogy belépett a világkereskedelmi szervezetbe 2001-ben, és utána az az ország, az Egyesült Államok, amelyik bírálta Kínát a managed trade miatt, ugyanerre vonalra állt rá. Tehát képzeld el, a világ két legnagyobb kereskedő nemzete a szabadkereskedelemről fokozatosan leválik, és egy irányított kereskedelemre áll át. A kereskedelem egyre inkább geopolitikai tényező, nem hatékonysági tényező, hanem geopolitikai tényező lett az Egyesült Államok számára, Kína pedig válaszolgat. Hát Kína most azt tervezi, csak példaként mondom, hogy korlátozni fogja a szélturbinákat, azoknak az exportját.
A szélturbinák területén Kína világvezető. De nem annyira, mint más területen, például a napelemek területén, de azt lehet mondani, hogy 60-70%-át a világpiacnak ők uralják, beleértve az alkatrészeket. Hát Amerika teljesen le van maradva ezen a területen is. Tehát kínaiak most azt fontolgatják, hogy akkor ők fogják korlátozni a szélturbináknak az exportját, mikor? Amikor mindegyik országnak ilyen rendkívül ambíciózus karbon csökkentési törekvései vannak. Ezeket nem lehet elérni szélturbinák és napelemek nélkül. Szóval jellemző, hogy az amerikaiak 30%-os vámot vetettek ki a szélturbinákra. Akkor, amikor ugye hát a globális fölmelegedés Biden elnöknek a központi stratégiai egy célja, de ugyanakkor kereskedelmi vonalon akadályozzák ennek a megvalósítását. Miért? Mert megint a geopolitikai érdek dominál, Kína föltartóztatása, lelassítása, meggyengítése, de megint nem csak katonai politikai szempontból, hanem egészében. Említetted az Oroszország háborúját Ukrajnában és az ezzel kapcsolatos szankciókat. Nyilvánvaló, hogy a NATO itt összezár, nyilvánvaló, hogy az Európai Unió itt összezár, és nyilvánvaló, hogy a nyugati szövetségesek egységes politikát akarnak folytatni Ukrajnával kapcsolatban. Nem volt ez olyan egyszerű, csikorgott egy kicsit, de azért kialakult. Na most ugyanakkor a jus murmurandi, ugye a morgolódás joga az egy ősi jog, már római jog óta, ugye azért Európában még azért halkan, de azért egyre többet lehet hallani, hogy úgy érzik, hogy hát hogy mondjam, lehet, hogy ők nagyobb áldozatot vállalnak ebben a háborúban, mint az amerikaiak, viszont a hasznát az egésznek, és pláne majd a jövőbeli hasznát, majd az amerikaiak fogják lefelőzni ennek az egésznek. Amerika fegyvergyártása csúcson pörög, elképesztő, hogy milyen profitot fog majd ebből generálni, az újjáépítésből is majd, a háború utáni újjáépítésből is nyilván majd Amerika akarja kivenni a szerepét, és összességében úgy érzik az európaiak, hogy bár ennek még kevéssé adnak hangot, hogy Amerika sokkal több hasznot húz ebből a háborúból, mint ők. Nézd, erről írtam a hazai sajtóban és az amerikai sajtóban is. Nekem az a véleményem, hogy Amerika nem azért támogatja egzisztenciális jelentőségű támogatással Ukrajnát, mert tudta, hogy ebből neki gazdasági, kereskedelmi haszna lesz. Ezt elvi alapon támogatták az amerikaiak. Volt olyan geopolitikai megfontolás is, hogy Oroszországot meggyengíteni, ugye Oroszország a második legveszélyesebb ellenfele katonailag az Egyesült Államoknak, és kialakult közvetlenül az ukrán háború előtt a kínai-orosz stratégiai szövetség, és ha az amerikaiaknak az ukrán háborúval meg tudják gyengíteni Oroszországot, akkor a kínai-orosz tenger gyengítik meg. Tehát nyilvánvalóan Kína nem fog olyan erősnek mutatkozni a világporondon, például Tajvannal kapcsolatban, hogyha nem kap támogatást az oroszoktól. Az oroszok is sincsenek messze Tajvantól. Tehát egy komoly konfliktus esetén az oroszok ugyanúgy be tudnának segíteni katonailag a Kínának Tajvan kapcsán, mint hogy azt remélték egyébként, hogy majd a kínaiak besegítenek nekik Ukrajna kapcsán, ez nem következett be. Tehát én azt mondom, hogy a geopolitikai előny az amerikaiak számára elsősorban onnan származott, hogy Oroszországot tartósan meg lehet rokkantani. A másik nagyon fontos dolog, hogy megint akaratlanul, ezek tulajdonképpen így alakultak ki, azért fő cél megint azt mondom, Ukrajna megsegítése volt egy abszolút leplezetlen, nyílt nyers orosz agresszióval szemben. Ennek ellenére ugye ugyan járulékos előnyök jelentkezhetnek. Az egyik legfontosabb természetesen az, hogy az energiafronton Európa fölfedezte a cseppfolyós földgázt. Erről nagyon sokat írtak, mindenki tud, a cseppfolyós földgáz, annak kéne, hogy háromszor olyan drága, mint a vezetékes földgáz Oroszországból, de az amerikaiak képesek szállítani, és olyan országok is, mint a Németország, amelyiknek nem volt terminálja,
LNG terminálja most már van. Most már és van. Amerikából importálnak, és ez Amerikában teljesen felfutott most ez az ágazat. A legnagyobb siker tulajdonképpen gazdaságilag Amerika számára az utóbbi két évtizedben a palagáz és a palolaj volt. Most ezt ki lehet használni export célra. Ez egy nagyon fontos körülmény. Említettem azt is, hogy a újjáépítés, ugye lesz újjáépítés Ukrajnában. Ez világos, hogy egy kis Marshall segély lesz itt is, amit megint amerikai vezetéssel fognak összehozni, és Amerika lesz ennek tulajdonképpen a főszereplője, főként azért, mert Kijev elsősorban az amerikaiakban bízik. Tehát az újjáépítésből Amerikának nyilvánvalóan komoly szerepe lesz, nagyon komoly megbízások lesznek, hogy ezt hogyan finanszírozzák, az más kérdés. És végezetül, ugye említetted te is, hogy a katonai vonatkozások, a fegyverexport. Ugye az Egyesült Államok a világ legnagyobb fegyverexportőre. 140 milliárd dollár az éves export. Oroszország ennek a felét, ha exportál, most már semmit sem egyébként, mert nyilvánvalóan szükségük van minden lőszerre és fegyverre. De a hosszú távon ez volt az arány. Kétszer akkor amerikai export, katonai export, mint az orosz. Utána jönnek a többiek, ugye Kína, Franciaország, Németország, Jüzel is egyébként ott van, ahol a 7.-8. helyen. Na, a dolognak az a lényege, hogy ez az ágazat nagyon-nagyon boldog, tehát a hadipari komplexum Amerikában. Olyan megrendelések vannak, amelyeket nem tudnak teljesíteni. Tehát a legnagyobb hadiszállítók most arra panaszkodnak, hogy félvezető hiányunk van, nem tudjuk a megrendeléseket teljesíteni. Tehát ez azt lehet mondani, hogy a legnagyobb adomány volt, manna volt az amerikai hadipar számára, miközben Amerika befejezte a másik két háborúját. Tehát Afganisztán, Irakot. És akkor itt jön egy olyan háború, aminek a fegyverigénye eszméletlenül magas, különösen azért, mert Amerika átvette a vezető szerepet. Tehát igazad van, nagyon jelentős előnyöket élvez, járulékos előnyöket élvez Amerika, de azt szögezzük le, hogy nem ezért van Amerika ebben a háborúban közvetve, ilyen proxy résztvevőként jelen, reméljük, hogy nem lesz közvetlenül jelen, de a tények vagyok tények, Amerika ebből jelentős hasznot húz, jóval jelentősebbeket, mint a többi ország, tehát a nyugat-európai ország. Ebben azt hiszem, hogy maximálisan egyetértünk. És végül összegzésképpen, mintegy az eddigieket összefoglalva, ugye az egész beszélgetésünknek tulajdonképpen az volt a vezérfonala és a fő íve, hogy egy nagyon komoly paradigmaváltás közepén van most a világgazdaság. Nagyon úgy néz ki, hogy véget fog érni a szabadkereskedelem 300 éves liberális korszaka, és egy irányított kereskedelem és államilag irányított gazdaság fogja átvenni a helyét. Hogyan fogjuk ezt érzékelni, tehát az egyszerű hétköznapi fogyasztó, hogy fogja ezt megélni, mi fog változni a fogyasztói társadalomban? Nézd, jó kérdés. A fogyasztók voltak a legnagyobb haszon élvezői a nemzetközi szabadkereskedelemnek. Több írásomban is rámutattam arra, hogy mi a baj, hogy a kínaiak dömpingelnek az amerikai piacon, és a fogyasztók olcsón hozzájutnak a kínai termékekhez. Ez a kínai termék rengeteg, az egész amerikai kiskereskedelmi piacot elárasztották az olcsó kínai áruk, amelyeknek a minőség azért fokozatosan emelkedett. Ennek a legnagyobb haszonélvezője az amerikai fogyasztó volt. Na most, ha csökkentik a kínai kereskedelmet, már pedig ez cél, nagyon nehéz egyébként csökkenteni, mert olyan előny ez, hogy a kínai termékek olcsók. Plusz Kína a legnagyobb piac most, azt lehet mondani a világon, és növekvő piac. A kínai középosztály már 450 millióból áll, nagyobb, mint Amerika. Tehát ezt a piacot senki nem tudja leírni. Ezen a piacon, ha tovább akarsz élni, fönn akarsz maradni, ezen a piacon jelen kell lenni. A Nike, a Ford, a General Motorsnak a léte függ a kínai exporttól és a kínai piacon való beruházási részvételtől. Tehát nem lesz olyan, hogy most akkor leépítjük nullára, lekapcsoljuk Amerikát a kínai piacról, mert óriási ellen gőz van ezzel kapcsolatban. Az biztos, hogy a helyzet változni fog, elképzelhető, hogy az árak
nem lesznek olyan alacsonyak, a fogyasztónak többet kell fogyasztani, lehet, hogy hiányok lesznek, hiányok is voltak például a COVID ideje alatt világszerte, Amerikában olyan termékek volt hiány, az ember csodálkozott. Ez vezetett részbe ahhoz az amerikai stratégiához, hogy az értékláncokat át kell alakítani, Kínát elkerülve, vagy hazahozzuk ezt a termelést, vagy pedig közel hozzuk Amerikához, ez úgynevezett, hogy nearshoring, egy új kifejezés, nearshoring, vagy friendshoring, azt jelenti, hogy a hozzánk baráti országokba kellene például az Apple-nek átmenni Kínából. Egy szó, mint száz, és kérdésedre válaszolva, itt valóban jelentős fordulat következett be a nemzetközi szabadkereskedelemről, amit persze több sebből vérzett már korábban is, egy államilag irányított kereskedelem irányában, a nemzetközi kereskedelem fragmentálódni fog, tehát geopolitikai blokkokra fog széthullani, ez folyamatban van, egymáson alakulnak a szabadkereskedelmi övezetek, amelyen belül van szabadkereskedelem, de kívülállókkal szemben már ott vannak az akadályok. Tehát ez egy nagyon hirtelen kialakult fordulat, Joe Biden alatt ez a folyamat felgyorsult, és amit szeretnék így befejező gondolatként nagyon erősen hangsúlyozni, ma ott tartunk, hogy a világkereskedelemnek nincs vezetője. A nemzetközi gazdaságpolitikának nincs vezetője, és nincs felügyelője, nincs rendőre, amit egyébként a GATT és a WTO, tehát a világkereskedelmi szervezet elég hatékonyan látott el, de ha a két nagy ország, Kína és Amerika nem kooperál, hanem a WTO-n kívül intézi az ügyeit, és nem figyel a WTO-nak a figyelmeztetéseire, sőt, a büntetéseire, retorzióra se figyel oda, hanem figyelmen kívül hagyja, akkor sajnos a világkereskedelmi rendszert veszély fenyegeti. Csoda, hogy még így is növekszik a világkereskedelem. Tehát az idén körülbelül lesz egy 1,5%-os növekedés, tavaly pedig 3%-os növekedés volt. De hosszú távon a világkereskedelem mindig másfélszer, kétszer gyorsabban növekedett, mint a világtermelés. Most örülünk annak, hogyha a világtermelés szintjén folyik a világkereskedelemnek a bővülése. Doboz Istvánnak, a Világbank egykori vezető közgazdászának köszönöm a már megszokott módon elképesztően magas színvonal és izgalmas beszélgetés. Nagyon szépen köszönöm, István. Én is köszönöm. Viszontlátásra. Nézőinktől is elbúcsúzunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Ennyi volt az Enigma mára. Kövessenek bennünket figyelemmel továbbra is a YouTube csatornánkon is. A viszontlátásra.